Die faulen Männer, die nichtsnutzigen Männer, die unfähigen Männer. A magyarországi Német Színház legújabb darabja egy monodráma, a Serbenpark. A cím a történet helyszínét is jelöli, ez egy németországi lakótelep, ahol kizárólag orosz bevándorlók laknak. Itt él Sasha két testvérével és a nagynénjükkel Máriával. Sasha okos, ambíciózus és van egy álma. Meg akarja ölni mostoha apját, Vadimot, aki börtönben ül a lány anyjának meggyilkolása miatt. Das Stück ist einmal sehr gut geschrieben. A darab nagyon jól van megírva, és olyan aktuális témákat feszeget, mint az integráció, a migráció, a családon belüli erőszak, vagy a nők elleni erőszak. És én azt gondolom, hogy valószínűleg itt Magyarországon és az egész világban mindenhol nagyon aktuális és nagyon fontos, hogy beszéljünk róla. A színésznő hozzátette, nagy kihívás volt számára ez a szerep. A történet súlyossága miatt, és mert bár több karaktert játszik, mégis több mint egy órán keresztül egyedül van a színpadon. A koronavírus járvány miatt a próba folyamat is rendhagyó módon zajlott. A próbák úgy kezdődtek, hogy a színésznő Melissa-nál a szobában, otthon, az ő nappaliában, és Zoom-on dolgoztak a rendezőnővel és a díszlettervezőnővel, Vanilla Koch rendezte a darabot. És mivel ugye most nem lehet beutazni, mert nagyon nehézkes, meg ugye egészségügyi szempontból is nem annyira biztonságos ide-oda utazgatni, úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk ezt a projektet Zoom-on keresztül véghez vinni, és sikerült. Voltak technikai problémáink, tehát volt benne jó sok kihívás, de tulajdonképpen létrejött. Az igazgatónő azt mondja, nagyon nagy az érdeklődés. Azt veszi észre, hogy az emberek nagyon vágynak már színházba. Hozzátette, ameddig csak lehet, szabadtéri előadásokat tartanak. Az új darab egyelőre csak az online térben látható.